Baráti készfogás az adományozó okirat átadása után. A Magyar Gazdakörök és gazda Gazdaszövetkezetek Szövetségének Tolna szervezete fél millió forintot adományozott a Szexárdi Balassa János Kórház alapítványának. Csike György, a Magosz Tolna megyei elnöke azt mondja, fontosnak érezték, hogy ne csak egészséges hazai termékek előállításával járuljanak hozzá a magyar emberek egészségének megőrzéséhez, ezért döntöttek a kórház támogatása mellett. Mivel, hogy mi már egy, az Bén szinten részt vettünk, hogy egészséges élelmiszereket állítunk elő, úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt még egy picit fokozni. A kórháznak jól jött a támogatás. A koronavírus megjelenésekor ugyanis jelentősen megnőttek a kiadásaik. A gyógyszereket és a védőfelszerelések beszerzését ugyanaz állam finanszírozta, ám a járvány miatt számos épületben kellett átalakításokat végezni az intézményben. Például több helyen fertőtlenítő zsilipeket alakítottak ki nagyon sok minden átalakult osztályok, rendelések költöztek át, és kerültek kialakítás olyan kórházi funkciók és építészeti megoldások, amik a járvány elleni védelmünket szolgálják. A Szexárdi Balassa János kórházat márciusban jelölték ki járványkórháznak. Az intézményben akkor vezettek be még a korábbinál is sokkal szigorúbb járványügyi intézkedéseket.